Szeretettel köszöntöm Önöket. 2020. szeptember 25-e van. 14 évvel ezelőtt, 2006. szeptemberében avatták boldoggá Salkaházi Sára szociális testvért, és ebből az alkalomból most ezt a szociális testvért szeretném Önöknek bemutatni. A Szeretett tüzével című naplójából válogattam a gondolatait, amelyeket szeretnék megosztani Önökkel. Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán, a Felvidék egyik legszebb városában, egy német-osztrák származású családban. Ez egész életét meghatározta, de tipikusan az a család arra példa az ő élete, hogy hogyan tudott egy idegen nemzetiségűből magyarrá válni, mégpedig olyan magyarrá, aki a 20. században a legtöbbet tehette, amit nő tudott tenni. Szülei a Salkház szálló vezetői és irányítói voltak. Ez a felvidéki kulturális élet centrumának számított akkoriban. Lipót nevű testvérétől tudjuk, hogy Sára egy eléggé élénk, önfejű, makacs kisgyermek volt, és már nagyon korán a fiúk játékaiba kapcsolódott be, szeretett háborúsdit játszani, és a diákok is feljegyezték róla, hogy végül is az egész osztály nagyon szerette, de mindig makacsan és öntörvényen viselkedett már mindenkivel. 1917-ben már a világháború ideje alatt történt az, hogy elvégezte a kassai tanítónőképzőt, de valójában ő nem szeretett volna tanítónő lenni, nem a tanári pálya vonzotta, ekkor már több irodalmi alkotást is írt, verseket, novellákat, tehát az ő számára az irodalom volt a legfontosabb, és író szeretett volna lenni. Az első világháborút Kassán élte át, fiatal kamasz lányként, és azt lehet mondani, hogy mint mindenkire rá is bizony nagyon nagy hatással volt, és ekkoriban döntötte el azt, hogy számára egy olyan hivatás lenne megfelelő, amelyben a segítség, az emberek megsegítése nagyon fontos. Amikor véget ért az első világháború, és Kassa a csehekhez került, és Salkaházi Sára az iskolában megkezdte volna a tanítást, a csehekre föl kellett volna esküdni, ezt azonban ő nem tette meg, így azonnal el is bocsátották az iskolából. Mindössze egy évig tanított tehát tanítónőként, és utána egészen másféle pályákon kezdett el mozogni. Először nővére kalap üzletében, kalapszalonjában dolgozott, ahol nagyon jól érezte magát egy rövid ideig, de nem sokkal később elvégezte a könyvkötői mesterszakot, és tulajdonképpen ez egy olyan fontos momentum volt az ő életében, ami egészen afelé viszi, hogy a szociális munka lesz majd az, ami az ő számára a leginkább fontos lesz. Ekkor mondta azt, hogy tökéletesen el vagyok határozva, hogy könyvkötő leszek. Ebben a közegben ismerkedett meg a munkások életével, itt látta, hogy milyen szociális problémákkal, bajokkal küszködnek, és itt köteleződött el végleg a szociális munka irányában. És sajnos itt történt az is, hogy a munkások körében rászokott a cigarettára, amitől azonban egész életében nem tudott már többé szabadulni. Hogy a magyarság tudata mennyire fontos volt Salkaházi Sárának, azt az is mutatja, hogy amikor 1919. március 15-én a csehek már betiltották a március 15-i ünnepség megünneplését a magyarok számára, ők lementek a barátaival, testvéreivel a kassai dom kriptájába, Rákóczi sírjához, és ott ünnepeltek. A naplójába ekkor azt jegyezte föl, hogy föld alatti sírboltba jövünk ünnepelni, de mégis ünnepelünk. Nagyon fontos volt tehát számára a magyarságtudat, a kisebbségi lét, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az első világháború után ő ezt a dolgot vállalta föl legelsőként. Azt gondolta, hogy a magyar kisebbségi sorsot nem csak megélni kell, hanem valamit tenni is kell ellene. És erre az irodalom egyébként nagyon jó módszernek kínálkozott. Az, hogy ő író volt, azt jelentette, hogy hamarosan már az újságírói körökben is ismerté vált, tudatosan vállalta cikkeiben, tárcáiban a magyar kisebbségi sorsot, és 1925-ben ez motiválta abban is, hogy belépjen a Keresztény Szociális Párt kassai szervezetébe, ahol az Esti Újságnak az egyik szerkesztője lett.
Arra, hogy ő újságíró volt, bizonyára nagyon büszke volt, hiszen ez a mondat is alátámasztja ezt, ezentúl tehát, mint az Esti Újság munkatársa járhatok büszkén. 1919-ben kapta meg az újságírói igazolványát, és ettől kezdve meglehetősen bohém életet élt, az akkori szokásoknak megfelelően kávéházakban, férfiak között, és nagyon jól érezte magát ebben a világban. A Szeretett tüzével című naplójában egy nagyon találó mondatban fogalmazta meg azt, hogy számára mit is jelentett ez a létforma. Önállóság, cigaretta, kávéház, csavargás a nagyvilágban, hajadon főtt, zsebredugott kézzel, friss vacsora egy kis kocsmában, cigányzene. Hát nem gondolnánk, hogy Salkázi Sára, aki később szociális testvér lett, és a 20. század egyik vértanú szereplője, ilyen bohém életmóddal kezdte a felnőtt életét, de valójában az irodalom világában ez volt az, ami őt megtalálta. Salkázi Sára egy rövid ideig el volt jegyezve is, ami azért nagyon fontos momentum az ő életében, mert ezzel párhuzamosan történt meg az, hogy meghallotta Isten hívószavát, és ez már akkoriban, amikor az eljegyzés megtörtént, nagyon erősen ott motoszkált benne, és valószínűleg ez volt az oka annak is, hogy végül az eljegyzésre nemet mondott. Az egyik ismerőse, barátja följegyezte, hogy hogyan is történt ez az eljegyzés, és hogy Salkázi Sára végül erről hogyan tett le. Egyik nap bejött jegygyűrűvel, megtörtént az eljegyzés. Sára azt mondta, hogy a szülők egyeztek meg, és ő elfogadta a szülőknek ezt a határozatát. Teltek, múltak a napok, és egyik nap bejött jegygyűrű nélkül. Kérdezem, Sára, hol a gyűrű? Azt mondta, hát tudod, kimentem éjjel az erkélyre, néztem a holdat, sóhajtottam egyet, sóhajtottam még egyet, semmi. És akkor azt mondottam, Sára, neked ehhez nincs tehetséged, és visszaküldtem a jegygyűrűt. Nos, hát így történt, hogy a házasságról Salkázi Sára lemondott, és mint az előbb említettem, ennek oka valószínűleg az volt, hogy már az Isten megszólította őt, és ezt a naplójában is följegyezte. És ha az Úristen foglalt le magának, az első szó már elhangzott, s te meghallottad, és mégis bizonytalan vagy, nyugtalan, kereső, vergődő, mert van valami, ami miatt nem válaszoltál. Talán foglalkozásod, amelyben annyi örömet találsz. Talán csak az a néhány filléres cigaretta, amelynek szétoszló füstje mégis olyan áthághatatlanul burkol be. Nos hát valóban az az életforma lehetett az, amit az irodalom, az újságírás és a kávéházak világában megélhetett, ami egy időre azt eredményezte, hogy nem hallotta pontosan azt a hívó szót, amit aztán később nagyon pontosan meghallott, és végül aztán arra is mondott igent. Salkázi Sára tehát, mielőtt végleg elkötelezte volna magát a Szociális Testvérek Társasága felé, Kassán egy nagyon ismert író, újságíró volt, aki megtapasztalta a munkás élet viszontagságait, örömeit, bánatait könyvkötőként, és számára ez a kettős világ nagyon sok tapasztalatot jelentett a későbbiekben. 1923-ban alapította meg a Szociális Testvérek Társaságát Slakta Margit, aki korábban a Szociális Misszió Társulatnak volt a tagja, és ez a társaság 1927-ben telepedett le Kassán, és valószínűleg találkozott Salkázi Sára velük a kassai élete alatt. 1927-ben egy tanfolyamra iratkozott be ehhez a társasághoz, és 1928-ban Budapestre indult, de egyébként először nem a Szociális Testvérek Társasága rendházába ment, hanem a Szociális Misszió Társulathoz, amelynek a vezetője Farkas Edit volt, és ott viszont nem fogadták jól, mert Salkázi Sára nem igazán tagadta meg önmagát, valóban abban a formában és abban az öltözékben érkezett meg Budapestre, a Misszió Társulat anyaházába, ahogyan Kassáról elindult. És a Szociális Testvérek Társaságához majd csak ezt követően ment, mert hogy a Misszió Társulatban elutasították a kinézete, az öltözéke és a bohém életmódja miatt. Az egyik szociális testvér így emlékezett arra, hogy végül is hogyan érkezett meg Sára Budapestre.
Akkor még mint civil újságírónő jött fel kassáról. Sosem felejtem el, hogyan lépett be az ajtón, vonatról érkezve, kalap nélkül, elegánsan öltözve. Mikor bevezettem a fogadóba, megkérdezte, hogy rágyújthat-e. Salkázi Sára tehát nagyon nehezen tudott lemondani erről a szenvedélyéről. Ha a Szeretett tüzével című naplóját végig olvassuk, akkor láthatjuk, hogy ez egy központi gondolat lesz ebben a naplóban is. Ez a találkozás a Szociális Testvérek Társaságával végül 1928-ban történt meg. 10 év kellett tehát ahhoz, hogy Sárában tudatosuljon az, hogy őt végül is az Isten mire hívta el, mi az ő igazi hivatása. Amikor Budapestről Sára visszatért Kassára, akkor viszont a dohányzásról is elgondolkodott, és a következőket jegyezte fel a naplójában, amit valaki mondott róla. Az ajtóban megjelent Sára. Mint mindig, ink, blúz és harangszabású lódenszerű szoknya volt rajta, elől vagy oldalt 2 zsebbel. Lassú léptekkel közeledett asztalunkhoz. Ott megállt, előhúzta zsebéből tárcáját, kivett egy cigarettát és a szája felé kezdte emelni. De a mozdulat abba maradt. Összehúzott szemmel, tűnődve nézett kis ideig maga elé. Aztán hirtelen visszatéve a cigarettát, az asztalra dobta a tárcát. Mától fogva nem dohányzom. Így határozta el tehát Salkázi Sára, hogy ő az egész életét az ember szeretetnek és az Isten szolgálatnak szenteli. Ennek egy nagy feltétele volt az, hogy ettől a szenvedélyétől is megszabaduljon. 1928-ban lépett tehát be a Szociális Testvérek Társaságába. Első fogadalmát 1930. június 8-án tette le Szegváron, és már ekkor megmutatkozott, hogy ő egy rendkívül erős egyéniség volt, akinek mindig új ötletei voltak, nagyon kreatív volt, mindig nagyon vidám és boldog volt, és természetszerűleg voltak körülötte olyan emberek, akik viszont nem ilyenek voltak. De ő mégis úgy gondolta, és ezt is a naplójában olvashatjuk, amint leírta, hogy kötelességem, ha más savanyít körülöttem, azonnal közbelépni. A 30-as évek elején Komáromba küldte a Szociális Testvérek Társasága, ahol a Szent Anna zárdában kapott egy szállást, és ezekben az években, 1930-tól 34-ig rendkívül sokrétű munkát végzett. Egyrészt hitoktatást végzett, heti 26 órában tanította a gyerekeket, másrészt különböző szociális előadásokat tartott, ezen kívül pedig folyton részt vett a jótékonykodó gyűjtésekben, amelyek az ünnepekre készültek, és egészen széles skálán mozgott, a dolgozó lányokat, a dolgozó nőket próbálta felvilágosítani és eligazítani a világban, akár politikailag, akár a higiénia tekintetében, akár az Isten szeretet tekintetében. Ez egy nagyon megfeszített munka volt Sára számára, és ennek meg is lett sajnos a következménye. 1934-re teljesen lelkileg összeomlott, összetört a sok munka miatt. Sokan egyébként ekkor azt gondolták, hogy meggondolta magát, és már nem akar szociális testvér lenni, és ezért többen meg is támadták a társaságon belül. Jellemzően 2 dologgal vádolták meg őt ekkor. Az egyik az, hogy lázít a közösségben, a másik pedig az, hogy nem dolgozik eleget. Nos, aki elolvassa a Salkázi Sára naplóját, vagy a róla már készült szakirodalmakat, megbizonyosodhat afelől, hogy 2 vagy 3 ember helyett is dolgozott, és bizony a szorgalomnak egyáltalán nem volt a híján. És nem bizonytalanodott el egyáltalán, hanem egy olyan impulzív egyéniség volt, aki mindenben hely tudott állni, és egyébként mindig oda is tették, mindig ahhoz a munkához osztották be, amire éppen nem volt ember. Salkázi Sára pedig mindenhol megállta a helyét. Ekkoriban fogalmazódott meg benne az is, hogy egy szociális testvérnek tulajdonképpen mi is a feladata. Szerinte egy szociális testvér az fáklya, akinek az a feladata, hogy bevilágítsa az utat az embereknek, amelyen az Úristenhez jutnak. És ez az út számtalan nehézséggel van kikövezve. A
Szeretett tüzével című naplójában, amely egy lelki napló tulajdonképpen, és éppen ezért sokkal érdekesebb és sokkal meghatóbb, mint bármilyen más napló, amelyet a 20. századból ismerünk. Nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy neki nagyon erős, kemény, öntudatos természete volt, és nagyon nehezen tudott bizonyos szokásairól leszokni, illetve a másik emberekkel való kapcsolatát is igyekezett érzékletesen bemutatni ebben a naplóban. Például az egyik dologról a következőképpen írt. Tavaly olyan sokat kínlódtam, mert egyeseket oly nehéz volt elviselni. És akkor csináltam azt, ami olyan volt aztán, mint a varázsbot, hogy szinte egészen eltörölte az unszimpátiát. Valahányszor találkoztam az illetővel, mindig egy röpimát mondtam érte. Csak ennyit. Jézus, segítsd meg. Áld meg. És mit gondolt arról, hogyha valaki nem volt számára szimpatikus, vagy nehezen tudta elviselni? A következő sorokkal fejezte ki. Akiket nehéz elviselnem, miért nehéz? Vizsgáljam magam, mit tettem, hogy ezen segítsek? Mennyit imádkoztam azért, akit nehéz elviselni? Próbáltam-e közeledni hozzá? Igyekeztem-e lelkemben, szívemben őszintén leküzdeni ellenszenvemet? Igyekeztem-e őszintén felindítani a szeretetet? Gondolkoztam-e azon, hogy mi benne a jó, a szeretetre méltó? Vagy csak mindig a hibáit vettem észre, és ezt ápolgattam magamban? Mai elhatározásom, keresni fogom azokban a jót, akiket nehéz elviselnem. Egy rendkívül érdekes lelki naplót írt tehát Salkaházi Sára, amit mindenkinek jó szívvel ajánlok a figyelmébe, aki épülni szeretne a lelki életében. Arról is sokat írt ebben a naplóban, hogy tulajdonképpen őt az Úristen hova állította és honnan indult el. Milyen hálásnak kell lennem, ha elgondolom, honnan és hová hozott az Úristen, honnan, hová állított be? Hát tulajdonképpen mit is hagytam ott? Bűnt, piszkot, nyomorúságot, egyedüliséget, gondokat, és kaptam cserébe nagy-nagy boldogságot, Krisztust, mint jegyest. Nagyon kísértget az ördög, és fülembe duruzsolja mindazt, amit szerettem, és ott hagytam. Gondolatban csábítóan dobja elém mindazt, ami volt, amit szerettem az életemben. Önállóság, cigaretta, kávéház. Salkaházi Sára tehát rendkívül sokat foglalkozott önmagával, de abban az értelemben, hogy hogyan tudta magát jobbá tenni, és hogyan tudta jobban szolgálni az Istent és az embereket. 1937-ben felmerült az, hogy Brazíliába kimegy misszióba. Ebben szerepe volt annak, hogy a Szociális Testvérek Társaságán belül az imént már említettem, bizonyos emberek megtámadták, és a ruhájától is megfosztották, amit mindenkinek kötelező volt viselni. Ez lehetett az oka annak, hogy fölmerült benne, hogy misszióba szeretne kimenni, és 1937-ben ebből a célból Budapestre költözött, hiszen magyar állampolgárságot kellett kapnia. A brazíliai út viszont nem jött össze, ellenben 1938-tól kezdődően Magyarországhoz visszatértek a Trianonban elcsatolt területek. 1939-ben kitört a II. Világháború, és ettől kezdve Sárát mindig azokra a területekre osztották be, ahol éppen szükség volt az ő munkájára. Először Kárpátaljára, aztán a Felvidékre, és később a II. Világháború alatt pedig egészen különleges tevékenységet végzett. 1940 pünkösdjén jött el a pillanat, amikor örök fogadalmat tehetett. A jelszava az így hangzott, itt vagyok, küldj engem. Ez a jelszó nagyon jelzi azt számunkra, hogy Salkaházi Sárában ekkor már szinte teljesen letisztult az és tudatosodott, hogy ő Krisztus jegyesévé fog válni, és ez az ő életében már nem fog változni. És hogyha úgy hozza a sors, akkor ezért hajlandó sok-sok áldozatot is hozni. 1941-től újra Budapesten kapott beosztást, a katolikus dolgozó leányok és nők mozgalmának a központi vezetője lett, több munkás leányotthont nyitott, tanfolyamokat szervezett és elkezdte az első magyar munkásnő főiskola felállítását is. A Szociális Testvérek Társasága a II. Világháború alatt embermentő tevékenységet is végzett,
Előző előadásomban említettem már Slagta Margit ez irányú tevékenységét, de Slagta Margit egyik legfontosabb munkatársa éppen Salkaházi Sára volt. A Szociális Testvérek Társasága először a lengyel menekülteket fogadta be 1939-től, utána pedig, amikor a zsidók elleni intézkedések már megindultak, és megtörtént Magyarország német megszállása 1944. március 19-ét követően, akkor a rendházaikban bújtatták el a zsidókat. Slagta Margit többször szóban és írásban is felszólalt a munkaszolgálatosok érdekében, és legközvetlenebb munkatársának Salkaházi Sárát választotta. Slagta Margitnak és a társaságnak mintegy 1000 ember köszönheti az életét, és köztük közel 100 személy pedig személyesen Salkaházi Sára testvérnek. Megmentették például Márkus Emília színésznőt, de Heltai Jenőt és feleségét is ők bújtatták el a vészkorszakban. A Doni katasztrófa 1943. januárjában következett be, amely után Salkaházi Sárában megfogalmazódott egy olyan gondolat, amely nagyon különleges volt, és amely talán egyedüli volt a 20. században. Salkaházi Sára és Slagta Margit is azonnal fölismerték azt, amikor a náci Németország Magyarországon egyre nagyobb teret kezdett hódítani, hogy ez egy olyan embertelen eszme, amely ellen küzdeni kell, és az embermentő tevékenységük tulajdonképpen ezért is alakult ki. Viszont Salkaházi Sárában megfogalmazódott egy más dolog is, mert ő érezte, és ebből a távlatból, innen 2020-ból azt mondhatjuk, hogy rendkívül érzékeny antennái lehettek, hiszen azt mondta, hogy arra az esetre, ha a társaságot, vagy bárkit a társaságból üldözés érné, vagy egyházüldözés érné, akkor ő felajánlja az életét az Úristennek. És 1943. szeptemberében ez az életfelajánlás meg is történt, a következő szavakkal történt ez. Azon esetre, ha egyházüldözés, a társaság és a testvérek üldöztetése következne be, és legbölcsebb végzésed szerint gondviselésed tervében nem lenne benne halálom, fogadd el az én halálomat minden fájdalmával együtt váltságul a testvérek, különösen az öregek, betegek és gyengék életéért, és bűnös, nyomorult életem fejében kíméld meg az ő életüket. Talán érezhette Salkaházi Sára, hogy az élete nem fog sokáig tartani, és annyira hozzákapcsolódott ekkor már Krisztushoz és az Istenhez, hogy teljesen természetes volt az számára, hogy ezt a felajánlást megtegye. 1944. október 31-én a katolikus dolgozó leányok és nők mozgalma vezetőjeként átvette Budapesten a Bokréta utcai 150 személyes ház vezetését. Ebben a házban nagyon sokan éltek, különböző tanfolyamok, kurzusok voltak a számukra, próbáltak segíteni a fiatal lányokon, Salkaházi Sára és a szociális testvér társai, de voltak olyan lányok is, akik nem mindig fogadták el azt, amit ezek a szociális testvérek mondtak az ő számukra. És hát két ilyen lányt Salkaházi Sára a magatartása miatt úgy döntött, hogy áthelyez egy másik otthonba. Viszont ez a két lány úgy gondolta, hogy ők nem szeretnének átmenni, és miután köztudott volt, hogy a szociális testvérek rendházaiban, így a Bokréta utcai otthonban is bújtogatták a zsidókat, ez a két lány följelentette Salkaházi Sárát azért, ami az embermentő tevékenységét jelentette. Amikor 1944. december 27-én a nyilasok megérkeztek a Bokréta utcai otthon elé, akkor Salkaházi Sára éppen nem volt ott, hiszen neki és társainak egy igazolványa volt, amellyel bombatámadást követően minden helyre, ahol sebesülteket találtak, bemehettek. És éppen egy ilyen bombatámadásban megsebesült akció után érkeztek vissza a Bokréta utcai házba. A nyilasok ekkor már ott álltak a ház előtt. Megtehette volna Salkaházi Sára azt, hogy nem megy be, hiszen tudta, hogy miről van szó. Ennek ellenére mégis bement, és a nyilasok elé állva azt mondta, hogy innen csak akkor viheti el a zsidókat, hogyha őt is viszik.
1944. december 27-én így aztán nem csak a zsidókat vitték el a Bokréta utcai otthonból, hanem Salkaházi Sára szociális testvért és Bernovics Vilma hitoktatót is. A Duna partra vitték őket, ahol meztelenre vetköztették őket, és mielőtt kivégezték volna őket, Salkaházi Sára egy óriási keresztet vetett, és ezután történt az, hogy a Dunába lőtték őket. Az, hogy az üldözötteket és Salkaházi Sárát ezen a napon kivégezték, szinte bizonyos volt benne a Szociális Testvérek Társasága tagsága, hogy így történt. De arra, hogy ez hogyan történt, majd csak jóval később, évtizedek múlva került sor. 1969-ben a zuglói nyilas perben derült az ki, egy nyilasnak a vallomásából, hogy a Dunaparton nem csak zsidókat lőttek ekkor a Dunába, hanem egy szociális testvért is, és ezt onnan tudták beazonosítani, hogy a szociális testvérről a nyilas azt mondta el, hogy egy óriási keresztet vetett, és ezután az égre nézett, és azt mondta, hogy az Úristen beteljesítette az akaratomat, és megyek hozzá. Így történt tehát, hogy pontosan megtudták azt, hogy Salkaházi Sára hogyan halt vértanú halált, nem csak, hogy a barátaiért, hanem az egész magyar nemzetért, az egész magyarságért tette ő ezt meg. Ezért volt az, hogy 2006-ban, amikor szeptember közepén boldoggá avatták a Szent István Bazilikában, akkor a szeretett vértanújának nevezték, és a következő idézetet választották: senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja a barátaiért. Végezetül két olyan idézetet szeretnék önöknek bemutatni, amelyekből azt hiszem a mai 21. századi ember is bőven meríthet és bőven tanulhat. Ezeket is a Szeretett tüzével című naplóban lehet megtalálni. Különféleképpen zörget az Úr. Mindig és mindenben meglátni és észrevenni a zörgetést. Zörget a szívemen. Akarja tudni, hogyan szeretek másokat. Ma nagyon gondosan fogok ügyelni arra, hogy hogyan veszem észre az Úr zörgetéseit. Mindenben, munkában, szórakozásban, pihenésben arra akarok gondolni, mit akar most az Úr tőlem. Hogyan zörget most, és hogyan nyitok én? A mások iránti szeretet szintén ilyen zörgetés. És Salkaházi Sára, ne gondoljuk azt, hogy másképpen képzelte el az Úr zörgetését, mint mi, ugyanúgy azt gondolta, hogy ez egy élő dolog, ezt a következő sorok is bizonyítják. Várom az Urat, és várom az zörgetését, hogy azonnal ajtót nyissak neki. Csak az a baj, hogy ezt az érkezést mindig szó szerint veszem. Mindig valami nagy, ünnepélyes menetet gondolok. Mindig úgy gondolkozom ezen, mintha úgy érkezne az Úr valóságosan ünnepi menetben és kezével zörgetne. Pedig az Úr nem így jön. Hogyan látogat az Úr? Néha örömmel, néha könnyel, néha boldogsággal, néha szárassággal, néha telve kegyelemesővel, s mindezeken kívül látogat az emberek, a munka és a hétköznapok által.